Volt mire rácsodálkozniuk az általános iskolásoknak a Michelin nyíregyházi gyárában. Irkalászról érkeztek 13-an a Tanítsunk Magyarországért program keretében. Mindeddig csak egyetemisták mentoráltak diákokat, második pillérként most azonban már kisebb és nagyobb vállalatok is segítik a fiatalok pályaorientációját. Nem véletlen, hogy a hetedikesek nyolcadikosok állnak a program középpontjában, közülük is azok, akik a munka és továbbtanulási lehetőségektől távol eső településeken élnek. Számukra ugyanis nagyobb megpróbáltatásokat jelent a középiskolába való átmenet, elsősorban a közösségváltás miatt. Ez az, amiért ők kevésbé sikeresek középiskolában. És arra gondoltunk, hogyha egyetemista mentorok segítségével meg tudjuk könnyíteni számukra az átmenetet, hetedikes általános iskolás koruktól többet megmutatunk nekik a világból, ahogy tetszik, megmutatjuk nekik a világot, ingyen tudnak utazni a Tanítsunk Magyarországért kártyával, meg tudják ismerni a leendő iskoláikat, a leendő munkahelyeiket, akkor kisebb megpróbáltatás lesz számukra az átmenet a középiskolába, és nagyobb valószínűséggel fogják elvégezni a középiskolát. A kormány szóvivő az üzemlátogatás megelőző tájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy a Tanítsunk Magyarországért a közösségekben rejlő erőről szól, egyúttal lehetőség is a közösségépítésre. Ennek a programnak nagyon fontos lába az, hogy a gyerekek egymással is töltsenek időt, illetve a mentoraikkal is töltsenek időt, ezekkel a több száz egyetemistával, aki önként vállalja ezt a mentorációs feladatot. Éppen egy korábbi állomáson, a múlt héten olyan techból asztalokat adtunk át, ami minden résztvevő közel 60 általános iskolában, illetve a mentoráló egyetemeken is megtalálható, ezzel is segítve azt, hogy akár ilyen játékos módon is tudjanak egymással ismerkedni a srácok. A broncsokat mozgató robotokat is láthattak a Michelinben a gyerekek, akik végigjárták a gyártás különböző fázisait. A multinacionális vállalat, mint a diákok keddi vendéglátója, azt próbálta bemutatni a fiatalok számára, hogy mennyi szakma, mennyi ember és tudás kell ahhoz, hogy gumiabroncs készüljön. Lássátok, hogy működik az ipar, milyen posztok vannak egy iparban, hogyan teremtünk gumiabroncsot, azon keresztül hogyan teremtünk értéket, és azon keresztül hogyan szolgáljuk a társadalmat is mindenkinek. Noha a nyíregyházi üzemben is egyre nagyobb teret kap az automatizálás, az emberi tényező még mindig elengedhetetlen. Az emberi jelenlétre mindig is szükség lesz. A kézi munkaerőre bizonyos fázisokban szükség van, más fázisok teljesen automaták. De attól, hogy egy folyamatot automatizálunk, ettől még az emberekre éppen úgy szükség lesz, csak az emberek fogják a gépeket felügyelni, tervezni, telepíteni, karbantartani. Tehát az, hogy automatizálunk, számomra nem az emberi munkának a mennyiséget fogjuk megváltoztatni, hanem sokkal a minőségét, vagy azt a kompetenciát, amire szükségünk van arra, hogy egy automatizált gyárat tudjunk működtetni. A Nyíregyházi Egyetem az elsők között csatlakozott a programhoz, hallgató jelenleg mintegy 200 gyereket mentorálnak a megye 9 iskolájában. Rendszeresen találkoznak velük különféle foglalkozások keretében, kapcsolódva a mentor program 3 eleméhez. Az első elem egy 30 órás felkészítő kurzus, ahol tréningelemekkel tarkítottan foglalkozunk elméleti tananyagokkal, utána kapcsolódik hozzá egy 3 napos tábor. Ebben a 3 napos táborban a hallgatóink kapnak további képzéseket, valamint találkoznak azokkal a gyerekekkel, akiket mentorálni fognak, és ezek után történik meg az, hogy az egyes iskolákban mehetnek ki a mi hallgatóink a gyerekekkel való foglalkozás céljából. Eddig már közel 150 cég jelezte részvételét a programban, közülük több mint 30-a már szerződést is kötöttek. Ezek a vállalatok már biztosan betekintést engednek a náluk zajló munkába, tanítva és ösztönözve a diákokat. A fiatalok olyan készségeket, képességeket és társadalmi mintákat is elsajátíthatnak, amelyek segíthetik pályaválasztásukat, tanulmányaik sikeres befejezését, és aztán majd munkaerőpiaci elhelyezkedésüket.